Második reggel, itt a Gardena hágónál. Ez az a terelő drót, ami minket néha megcsapdosott. Fiúk készítik a reggelit. Bálint túl van az életmentő kávén. Nem vagyok túl, az ott van. Szóval még nem vagy túl. Jó. Éjszaka nagyon hideg volt. Többször fölébredtem, nem valami fényesen aludtam. Akkora hatalmas ez jószág, hogy felpítünk a csapkodós. Mi a fenén? Elmegyünk mosni. A Passo Gardenára. Mi az ott szembe? Azt nézd meg. Bármilyen hegy. Gyönyörű. Hát őrrel felvonóval mentünk egyszer fel. Emlékszel, és akkor eléggé, hogy mondjam, kellemetlen volt, mert le kellett ereszkedni, vagy 300 métert, és visszamászni. Erre mondtuk, hogy jobb lett volna, hogyha fölgyalogolunk. Bizony, ez volt, azt. Boltot kell majd néznek, ugye? Aha, csak nem így. Csak azt nagyon városban kell. Sasso piatto, Sasso Lungo. És itt a Sella mellettünk, gyönyörűséges Sellánk. Megmutatom, hogy igenis kiteszik az osztrák zászlót, igenis az olaszok megszerezték ezt a területet. Hát csak némi ízelítő abból, hogy a Sellahágóból is micsoda elképesztő kanyarulatokon keresztül kígyózunk lefelé. Nyomjátok, gyerekek, nyomjátok. Van még egy kis tormenta. Az egy jó kis kanyar.
és innen indulunk. Itt parkoltunk le. Ott az autónk. Egy ilyen tájban. Tomár Moláda aljába. És elindul a második túra. Kicsit fáradtságos a Porta Vescovóig fölvenni, de gyönyörű a táj. Tehát teljesen más, mint az eddigiek. Ez a vulkánikus betűrődés Marmolada és a Szella között, ez egészen fantasztikus látvány. Na, megyünk a beszálláshoz. Ide mászunk föl, és ezen a részen az olasz állásokon végig. Oldalt a Marmolada, Eterna, az a 45 fokos fölfelé. Nem tudom, hogy menjek tovább. Most vagy. Már valós lesz. Megapáltak, hogy mászik itt föl. Bocsánat, én voltam. Ide hozta a szél. Valóig is elmegy. Na, most megyed, mester. Várjál még, ha fölérek, jó? Jó. Én is ott 5 percig álltam, majdnem egy helyben voltam. Most már megvan. Nem,
Megvárlak, hogy tovább mész, addig én is pihenek. Bálint nagyon jól. Na gyere! Megérezted mi? Aha. Megnézik hol a balú. Itt kapaszkodtam, itt a kötél föl, és ott van a Balázs. Ott. Mosolyt. Bejötte a barmaláda. Még a padonkám. Beékelődött meleg folt. És aztán a csodálatos szella. A tetején a piramissal. Azonnal. Tudod miért? Mert én is jöttem most rövid nadrágban, hogy meleg van. Hát meleg az van, csak védelem az nincs annyira. Na majd amikor gyerekeknek levetítjük, akkor cenzúrázni kell. Vagy kisípolni. Igen. Jó, vesz. Meg tudom oldani. Jó, vesz. Meg tudom oldani. Jó irányba kapta az ütést a térdem, mert különben súlyosabb is lehetett volna. Aliho! Ez az. Nem mondom, hogy nem érek a innen le is veszlek, Bálint, ahogy átjössz ezen. Az egyik legjobb hely. Hahaj! Nagyon jó!
gyönyörű. Másik oldalon óriási szakadék, úgyhogy nagyon szuper hely. Szevasz! Paparazzo! Pengeéles. Itt volt egy állás valószínű fölöttünk. Itt csak egy ilyen kisebb szikla van. Viszont így körbe kellett jönni, és Balázs most ott megy fel. És végig vissza gerinc. Aha. Hát itt egy marmoláda. Itt meg egy függőhíd. Oda. Én pedig most itt elindulok. Jó a hangja. Kicsit öregek a deszkák. Ezért meg időnként átlátok rajta, de most már átmegyek. Oké. Az igen. Jajjaj. Fentetek itt a tetején, mert végig. Ott, nem, hát nem annyira fönt, lejjebb egy kicsit. Szevasz, Balukám! Ez jó hely. Azaz. Madon! Szuper! Nem hídon! Szavaztok! Így. Azaz. Majd bevágod. Na, most ezt veszed, hogy hogy terpeztek? Veszem, mint ezt. Jó van. És itt majd pihenj meg, ha bírsz, mert én meg tovább megyek, hogy legyen itt neked itt helyed, jó?
Jó. Na, ott egy állás, és ez még mégiscsak olasz lesz szerintem, mert nagyon arra fele tekint, a másik oldal felé zárt. És gyönyörűen kisütött a nap erre a cikcakra. Lássam akármit. Caverna. Hát ez egész, hát túloldalán kijön. Tényleg? Aha. Azt meg kell nézni. Hogy ez így? Aha. Yeah. Nagy terpesz, lábcsere. Aha. Ezt csináljuk most. Így. Jöjj erre tovább. Arra tovább. Ja. Yeah. Belemászol a képbe, menjél lefele, úgy. Nagyon jó lesz. És ott a jó kis hófoltok látszanak alattad, nagyon jó. Anélkül mentem tegnap, úgy fostam. Elhiszem. Karabiner az kell. Lent.
így körbejöttem. Betonnal kiegészített fedezék. Ott a lőrés kifelé. Ez volt az olasz állásoknak a vége. Találtál valamit? Csak egy gránát. Csak egy gránát. Próbáld már ki, hogy jó-e. Ez biztos, ezt kell meghúzni, nem? Hát van valami kiálló. Ja. Merre jársz? Erre vissza. Na, itt van a kalipcsefokok. Itt már világítasz, mi? Világíts ide? Ablakok a segítségével van fény. Kifelé mész, arra? Arra. Erre? Gyere. Ki a napfényre. Szállj le. Onnan jöttünk. És ott kukucskál a szászonumó. Az idő erősen viharosra fordult, sok választásunk nincs, mint hogy le kell ereszkedjünk ezen az úton. Ezen a meredeken kell a Fedályatóhoz lemenni. Ott van egy másik, annál a sziklánál. A balra levő sziklánál van egy, és az arccal erre. Most lemegy. Ezek élnek itt vidáman. Pátra tud a nyelvükön. Látod, hogy felült? Felállt. Látod, Bálint, így ebbe a sorba? Látom, ott van még lent kettő. Ott, még, ott fut az egyik le. Most egy hatan vannak. Ez egy rutinos öreg róka, ezt nem lehet csak úgy kimozdítani. Mind a kettő rajta van. Azok is. Azok is rajta van? Azokat is felvetted? Aha.
Bálint és a mormota. Mindjárt találkoznak. Alattad van Bálint, nagyon 3 méterre se. Látod? A mormota nézi a Bálintot. Bálint nézi a mormotát. Nagyon cuki pofád van. Aha. Ú, de fut. A másik meg onnan kukkol. Ő már mormota 5. Bocsánat. Itt van a mormotalás. Nagyon édes volt, hogy fölült. Na hát természetesen egy ilyen helyet sikerült kiszúrnunk. És most már védve vagyunk az esőtől is. Amúgy sok ilyen kis házikó van itt. Én most a jó katak szeretném még megmutatni, hogy a padonról, amiről lejöttünk, most egy nagy zivatar készül. És egy hatalmas nyáj van fönt. Én a Dolomitokban ekkora gyunyájat még soha nem láttam. Na, ki? Ez ránk szakad. Hurrá! Mi? Na milyen? Milyen? Nagyon jó. Mutasd meg még a marmoládát, milyen mérges lett. Kijössz előre, és akkor így nem lehet. Wow. Meg az egész situation itt. Közben készül a bolognese, igaz? Nem. Milanese. Alla Milanese, mert abban több... Nem, abban kevesebb. Mi kevesebb? Kevesebb a hús? Igen. Ilyes vagyok. De tudunk, hogy mellé rakunk egy kis... Készül a pasta. Közben vihar tombol odakint. Bálint a szakács. Balázs elő. Éppen már kicsit, hogy nekünk tudsz még be tudtuk fejezni.